Kővári Jánost indítja polgármester jelöltként az Összefogás Pécsért Egyesület. Mitől lesz jobb polgármester Kővári János, mint Páva Zsolt? Hát nem ez a kérdés merül föl, hogy személyekhez hasonlítsuk magunkat. Szerintem ez méltatlan is lenne bárkivel szembe. Itt felsorolhatnánk ugye Tasnádi Pétert és Toller Lászlót is, korábbi polgármestereket is, nem csak Páva Zsoltot. Az Összefogás Pécsért Egyesület egészen más politikával, gondolatokkal és tettekkel rendelkezik, mint a pécsi pártok. Hiszen a pártok mind országos bejegyzésűek, és ezért egy országos hierarchiában elhelyezkedve sokszor országos érdekeket jelenítenek meg Pécset, mi pedig fordítva szeretnénk. A pécsi érdekeket szeretnénk elsősorban itt Pécset is képviselni, de az országban is. Azért, mert ez a város máshogy nem tud kilábalni egyébként a nehézségeiből láthatóan, mint hogyha a saját lábára tud állni. Ezt meg tudja tenni, mert sikeres pécsi vállalkozások is vannak, sikeres pécsi egyetemisták is vannak, és egyetemi emberek, tudós emberek, gyönyörű természeti környezetünk van, saját energiaforrásaink is vannak, amiket használhatunk, és nem utolsó sorban egy szorgalmas és ugyanakkor békés és emberbarát város vagyunk, ahol az emberek szeretik egymást, és ahol össze tudnak fogni. Azért erre szeretném emlékeztetni a pécsieket, nem lehet elégszer elmondani, hogy 2005 és 10 között egy komoly küzdelem volt a Tubes ügyben, ahol szintén azért voltunk erősek, és tudtuk megvédeni a várost a radartól, mert nagyon sok civil összefogott abban az időszakban, és a végén aztán emlékszünk, 40 ezer pécsi polgárból 38 ezeren azt mondták, hogy ezt nem akarják. Ez egy nagyon szép története volt a városnak, akkor valami ellen kellett küzdenünk, most valamiért kell összefognunk és együtt küzdenünk, ez pedig a város. A város és akkor a gazdaságáról is beszéljünk egy kicsit. Itt Pécs gazdaságát sokan az bányával azonosítják, holott azért volt bőrgyár, volt kesztyűgyár, volt, vagy van még Zsolnai. Mi lehet a gazdaság előrelépése Pécsnek? Pécset rengeteg olyan sikeres kis- és középvállalkozás van, akiket mi itt sajnos nem látunk, mert nem pécsi piacokon tudják értékesíteni a termékeiket. Számos az élelmiszeriparban, feldolgozóiparban dolgozó cég van. Vannak sikeres új technológiákat alkalmazó cégek, a zöld gazdaságban is megjelent, a környezetgazdaságban is több olyan cég, akik már nem csak Pécsre, hanem város vagy Európa szerte tudnak beszállítani, termékeik vannak. Ennek a városnak az a baja, hogy mindig abban bízott, hogy a gazdaság tekintetében, hogy valaki majd kívülről megoldja a mi problémáinkat, ahelyett, hogy körülnézett volna valaki, hogy mennyi olyan vállalkozó van Pécset, akik eredményesen, sikeresen tudnának dolgozni, ha abban segítenénk nekik, hogy újra piacokat tudjanak szerezni Pécset, Baranyában, régióban, határon belül és azon túl is. Ebben biztos, hogy van tennivaló, és mi fogunk is, megvannak erre terveink. A másik, hogy a természeti és energiaerőforrásainkat sem jól használtuk eddig, és akkor a bányára itt vissza is térnék, hogy a bánya egy fontos megélhetési lehetőség volt nagyon sokáig ebben a városban. Ugye most már 20 éve lassan ezek nem működnek, látszik is a foglalkoztatás szempontból a hiányuk. Azonban azt gondoljuk, hogy nekünk nem elsősorban a bányák felé kell fordulni. Meg kell gondolni, hogy lehet-e a szenet tiszta szén technológiával például használni. Ez egy nagyon fontos kérdés, amit a következő években el kell dönteni. De alapvetően nem a bányák újranyitásától várjuk a nagy számú munkalehetőséget, hanem elsősorban a zöld gazdaságban, a kulturális iparban, az egészségiparban, turisztikában és a gépipari és élelmiszerfeldolgozó iparban, hiszen ezeknek nagyon jó adottságai vannak ma is. Vice Csilla, Civilek a Meccsekért Mozgalom szószólójaként, vezetőjeként szerzett közéleti szerepet, közéleti ismertséget itt Pécsett, és most az Összefogás Pécsért Egyesület kampányát fogja támogatni az őszi önkormányzati választáson. Mi hozta össze a két szervezetet? Hát az Összefogás Pécsért Egyesülettel a kezdetek óta együtt küzdünk. 2005 óta a Tubes ügyért, az volt az első ügy, gyakorlatilag helyi, heti rendszerességgel találkoztunk, Kővári Jánossal személyesen, 13-szor voltunk Budapesten, az összes fővárosi bírósági, legfelsőbb bírósági tárgyaláson, Honvédelmi Minisztériumban, különböző tévéknél, és hát azóta küzdünk együtt. Az ÖPE nem más, mint egy civil szervezet. Egy helyi civil szervezet, hiszen a társadalmi szervezeteknek több fajtája van, vannak a nagy pártok, és vannak a civil szervezetek. Az ÖPE ugyanolyan civil szervezet, mint amilyen 200, több mint 200 szervezet van Pécsett, több egyesület van. Az ÖPE részt szeretne venni a döntéshozatalban is, a helyi erők képviseletében. Én úgy gondolom, szükség van egy új helyi erőre,
Pécs város lakossága ki van éhezve egy új helyi erőre, akik tényleg nem egy központi irányítás alatt állnak, hanem a helyiek érdekeit képviselik minden téren. A gazdaság, a kultúra, a politika, a társadalom, a szociális élet területén képesek a helyiek érdekeit megszólaltatni. A Tubes radar kapcsán jut eszébe az embernek, hogy az uránbánya újraindításáról merültek fel, lehetőségek merült fel, pletyka, szóbeszéd, konkrét terv. Mi ezzel kapcsolatban a Civilek a Meccsekért Mozgalom véleménye? A Civilek a Meccsekért Mozgalom részt vett a közmeghallgatáson, például uránbánya ügyében, a környezetvédelmi felügyelőségen, és ott sikerült is megfúrni két kutfúrási jogukat ott az Erdész út környékén. Tehát követjük az eseményeket, a Whitehorse Kft.-nek a tevékenységét, kutatási engedélyezési joga lassan lejár. Azt látjuk egyelőre nem túl aktív, vagy legalábbis nyilvánosságra nem hoz konkrétumokat. Lehet, hogy csak egy vagyonértékű jogért, a részvény értékének az emelkedéséért küzd. Tehát egyelőre nem lehet még tudni, hogy mit akarnak. Pécsi gazdaságot hogy lehet föllendíteni? Miben tud segíteni a Civilek a Meccsekért Mozgalom? Nem egy könnyű kérdés ez, hogyha meg tudnám váltani a világot, hogyha ezt meg tudnám válaszolni, de az biztos, hogy az a szemlélet, hogy a helyi vállalkozók, a helyi termelők támogatása ad piacot, munkahelyet a pécsieknek és a Pécs környéken élőknek, ez biztos. És ez kellene, hogy a legfőbb szempont legyen, akkor kapjon Pécsen kívüli vállalkozó munkát, ha nincs arra alkalmas pécsi.